So tonight I'll sing a song to all my friends, also to those we won't be seeing again, to those I knew and those I still adore, and I want to see once more. I just pray that you will love me and trust me, laugh with me and cry with me. Monte Cristo grófja, utunk végén találkozunk. Franz! Franz! Grófnő, hát ön az? Mióta van itt? Tegnap érkeztünk, bolygóközi körutazáson voltunk. Vagy úgy? Nagy szerencséjük van, hogy nem kérték le a karnevált. Megtudhatnám, az úr kicsoda. Ah, persze! Ő az én utitársam és páratlan barátom. Albert de Morcerf, vikomt vagyok. Örvendek a találkozásnak, madám. Ó, csak nem Morcerf tábornok fia. Na hát. Először jár itt Lunán. Élvezzen ki minden percet. Itt megtalál mindenfajta gyönyört, amire csak ember vágyhat. Állítja magáról, hogy grófi rangja van. De ki tudja, igaz-e? Minden esetre a társaság itt Lunán egy hónapja máshol sem beszél, csak róla. Egyesek azt mondják, új gazdag, aki a Peren vidéken szerezte a vagyonát. Mások szerint egy idegen lény a határokon túlról. Azt is pletykálják, hogy vámpír vagy más szörnyetek. Azért ez talán túlzás? Kérem, hogy hívják ezt az urat? Mi a neve? Monte Cristo grófja. Ah.
A halál bizonyos, csak az ideje bizonytalan. Egészen biztos, hogy nem álmodtad. Talán csak képzelődtél. Ugyan már. Itt a bizonyíték. Na és? Így megismerkedhetek vele. A gróffal. Megőrültél? Mennyi baj van veled? Ezt azonnal felejtsd el. Azt sem tudjuk, kicsoda az az ember. Azt mondod? Azt bizony. Bocsásson meg, uram, de ön Morcerf Vicomte a 405-ös lakosztályból? Igen, én vagyok az. Uramnak, Monte Cristo grófjának nevében szeretném átadni önnek ezt az üzenetet. Szerinted mi ez az egész? Ezt meg hogy érted? Miért hívott meg két ismeretlent vacsorára? Azt írta, szeretne összebarátkozni az arisztokratákkal, akikkel egy fedél alatt lakik. Micsoda véletlen. Én valahogy kétlem. Már megint kezded? Túl sokat aggódsz. Egy vacsorát csak kibírsz vele, nem? Még csak azt sem tudjuk róla, hogy valóban grófe vagy sem. Ne felejtsd el, hol vagyunk. Egészen biztos, hogy szélhámon... Örvendek. Monte Cristo grófja vagyok. Megtisztelő önöktől, hogy elfogadták a meghívásomat. De kérem, ez nem járja. Ha már egyszer eljött ide Lunára, mindenképpen meg kell kóstolnia ezt. Mondja, gróf úr, nem baj, hogy csak mi ketten eszünk Albertrel? Ön még nem evett semmit. Egyáltalán nem is vacsorázik. Kérem, ne zavartassák magukat. Akár csak a hosszú utazásokat, az étel ízét is megkeseríti a magány. Számomra minden lakománál jobban esik az, amikor nagy ritkán lehetőségem van vendégekkel beszélgetni. Egyenek csak nyugodtan. Egyéb iránt, hogy tetszett önnek a mai előadás az operában? Ami engem illet, én általában nem szoktam operába járni. De ennek a darabnak a története teljesen magával ragadott. Ó, vagy úgy. Ne talántán ön is gyengéd érzelmeket táplál valaki iránt, akár csak a történet főszereplői. Nem, dehogy is. Ne is tagadd, vald csak be szépen. De Eugénie csak rólunk a szüleink döntöttek. Én még soha életemben nem éreztem olyan elsöprő szerelmet, mint az opera főszereplője. Ez minden másra is igaz. Valami, ami megbabonáz, ami megragadja a lelkemet és többé nem ereszt. Igazából azért keltem útra, hogy ezt a valamit megtaláljam. Mit adod itt a filozófust? Úgy tudtam, hogy nem megtalálni, hanem inkább elveszíteni szeretnél valamit. Franz, hagyd abba! Igazán csodálatos dolog fiatalnak lenni, nem de? Oly sok lehetőség, remény és lángoló szenvedély.
Talán ön is átélt már ilyen érzéseket? Úgy van. Ki volt az, akit szeretett? Ilyet nem illik kérdezni. Annak idején, sok évvel ezelőtt magam is teljes szívemből szerettem egy nőt. A szerelemből pedig álmok születtek. Azonban ezeknek mindegyike beteljesületlen maradt. Más szóval, az álmok csak álmok voltak. Helyettük pedig itt vagyok én. Úgy, ahogyan most önök is látnak. Bertuccio, hozz kávét az uraknak. Értettem. Uraim, hálás köszönetem a mai estéért. Részünkről a köszönet és a megtiszteltetés. Továbbá szeretnék holnap együtt ebédelni önökkel a lakosztályom teraszán, ha van kedvük. Valóban, nagyon szíve... Gróf úr, a nagy lelkűsége lekötelez. Azonban ezt a meghívást már igazán nem fogadhatjuk el. A lunai nyilvános kivégzések a karnevál fénypontjának számítanak. Az ünnepség akkor éri el a tetőfokát, amikor a bűnösök vére a földre hull. Aki ezt elmulasztja, nem mondhatja, hogy részt vett a karneválon. Ön nem így gondolja, kedves Morcerf úr. De igen, pontosan ahogy ön mondja. Nos, akkor holnap várni fogom önöket itt ebben a szobában. Addig is kellemes álmokat. Albert! Hé, Albert! Mi van? Mi a baj, Albert? Nagyon sápat vagy. A gróf úr keze hideg volt, mint a jég. Akár egy halott ember keze. Kik a mai elítéltek? Az egyik férfi a szegénység miatt gyilkolt. A második szerelmi indítatásból ölt. A harmadik pedig egy egész családot lemészárolt, hogy kirabolhassa az otthonukat. Mind a hárman súlyos, megbocsáthatatlan bűnt követtek el. A családom éhezett! Nem tehettem mást! Drága feleségem és gyermekeim! Könyörgök, bocsássatok meg nekem! Ne éljenek meg, kérem! Abba hagyni! Abba hagyni! Könyörgök, bíboros úr! Nem vagyok gyilkos, én nem öltem meg senkit! A vetélytársam csapdába csalt és hamisan megvádolt! Higgyék el, ártatlan vagyok! Ártatlan! Könyörgök, engedjenek el! Ártatlan Lefogadom, hogy csak össze-vissza hazudoznak, hogy mentsék az írhájukat. Kérem, higgyenek nekem! Nem én tettem! Ártatlan vagyok! Hallgass már el, szerencsétlen idióta! Az agyamra mész ezzel a folyamatos nyavajgással! Vezzegén! Én 10 embert öltem meg! Nőket és gyerekeket is, szemrebben és nélkül! Hogy tetszik? Remélem, most örültök! Na gyerünk! Örüljetek, hadd halljam! A mai kártyák különösen érdekesnek ígérkeznek. Mondják csak. Nem volna kedvük egy kis játékhoz? Körítés a kivégzés mellé, ha úgy tetszik. Amint látják, van nálam egy boríték. Kegyelemlevél van benne, amit magától a bíborostól kaptam. A bíborostól? De mégis hogyan? Azonban sajnos a 3 elítéltből csak egyetlen egy kaphat kegyelmet. Annak érdekében, hogy részrehajlás nélkül választhassunk közülük, felírtam az elítéltek nevének kezdőbetűit ezekre a kártyákra. Uraim, kérem, válasszanak egyet. Ugyan már, hiszen ez csak egy kis játék. Gróf úr, ezt nem teheti, hiszen először őket kellene meghallgatnunk. De kedves uraim, ez nem a mi dolgunk, mi nem vagyunk bírák. Bármi is történik, előbb vagy utóbb úgy is meghalnak. Mi mindössze csak kihasználjuk az alkalmat egy kis szórakozásra. Jelenleg olyan erőnek vagyunk a birtokában, amellyel megmenthetjük az egyikük életét. Miért ne élhetnénk vele?
Miért haboznánk jót tenni, ha megvan rá a lehetőség? Talán önök nem érzik úgy, mintha e pillanatban magunk is istenné váltunk volna. Hogy mondhat ilyeneket? Hogy játszadozhat így mások életével? Maga megőrült. Ebből elég. Gyerünk, Albert, menjünk! Játszadozni? Valóban, ez csak egy játék. Elvégre mindannyiunk élete csak egy kártyalap, egy olyan pakliban, amit mások kevernek. Ön talán még soha nem érezte így, báró úr? Sajnálom, én ezt nem értem. Gyere, menjünk! Pedig azt reméltem, hogy a Vicomte úr és én barátok leszünk majd. Igazán sajnálom. Ön tegnap azt mondta, azért indult útnak, mert keresett valamit. Hogy meg akarja találni a valódi önmagát. A saját maga erejéből. Na gyere már, Albert! Gyerünk már! Rendben van. Megteszem. Ne csináld! Meg fogod bánni! Ez csak egy játék. Nem igaz? Ne! Ne, kérem, ne! Albert! Ne! A bíboros úr kegyelmet gyakorolt. Akinek megkegyelmezett, Peppino, más néven Roccabriori. Igen, ezt nektek! Köszönöm, köszönöm szépen! Sokáig éljen a bíboros úr! Kedves Vicomte úr, ön ma jó tettet cselekedett. Igazi jó tettet. Jöjjön, kezdődik a műsor. Morszerf úr, most nem szabad elfordítani a tekintetét. Egy pillanatra sem. Ne fogd vissza magad, Batisztán. Bocsásson meg, uram. A bosszunk gépezete visszafordíthatatlanul mozgásba lendült. Albert, üljünk be egy kávézóba, hogy kicsit lenyugodjunk. Vagy ugorjunk el a piros lámpás negyedbe? Ja, igen, persze, bocsánat. Elfelejtettem, hogy az olyasmit nem szereted. Na, és mit szólnál mondjuk egy kaszinóhoz? Elegem van a szerencsejátékokból! Elárulnád, hogy mi bajod van? Te akartad mindenáron látni a kivégzést. Aztán meg hagytad rábeszélni magad, és végül... Tudom! Tudom a fenébe is, tudom! Én magam tehetek az egészről. Éppen azért vagyok annyira dühös. Saját magamra! Igaz? Kezd elegem lenni belőled, hogy mindig velem foglalkozol. Mondd, mi vagy te, a barátnőm? Vagy talán az anyám, he? Hazamegyek felkészülni a grófnő estéjére. Velem jössz? Hm.
egyedül vagy? Ah. De hiszen ma van a karnevál utolsó estéje. Egy ilyen éjszakát nem tölthetsz el egymagadban. Szeretnék egyedül lenni. A mai napom igazán borzalmas volt. Ne siess úgy. Még elsül. Egy futó lunai szerelem Haramiák csapdájába csal. A halál percről percre közeledik. Legközelebb Monte Cristo grófja második felvonás, amíg a holdon hajnal hasad. Várj, és soha ne add fel a reményt!